bekapcsoljuk, ilyenkor felírod az teljes rendszer, ugyanúgy, mint a telefonnál, mint a bekapcsoljuk, és akkor miután felírt a rendszer, láthatjuk alapesetben, hogy milyen rásegítési fokozatban van, típusát, motorát, motoronként függ, hogy hány rásegítési fokozatot tud a kerékpár. Itt például jelen esetben ez a típus, ez 5 rásegítési egységet tud. Nyilván ez a rásegítési egység ez azt akarja, hogy milyen hatótávot tud majd a kerékpár úgymond képviselni. A kerékpár szerelő épp az elektromos rásegítésű kerékpárok működését magyarázza, amelyek jelentősen megkönnyítik a tekerést. Ennél a bringánál az eco, vagyis alaprásegítéssel majdnem 200 kilométert lehet megtenni, míg a túra üzemmóddal 160 kilométert. Ennél az ötállásos megoldásnál a legnagyobb rásegítést a Power jelenti, ezzel 97 kilométert tudunk megtenni. Legtöbb esetben konkrétan mindenkinek ajánljuk, mindenféle korosztálynak, legyen az idős, legyen középkorú, legyen fiatal korosztály, mindenkinek van megfelelő stílusú és típusú kerékpár, attól függ, milyen célra szeretné azt használni, esetleg túracél, esetleg hegyi kerékpározás, vagy akár országúton, minden kategóriában megtalálható már ez az elektromos rásegítő egység. Hajtani viszont mindegyiket kell. Európai szabvány szerint 25 km/óráig segítenek ezek a kerékpárok. E fölötti sebességet is tudnak, az viszont már tisztán emberi erővel működik. Hogy pontosan milyen rásegítésre van szükségünk, azt a kezelő felületen található plusz és mínusz gombokkal lehet beállítani. De más funkciót is találunk itt. Van egy sétaüzemmód ezeknél a kerékpároknál, már a legtöbb ezzel rendelkezik. Ez abból a célból van már szinte mindegyik kerékpáron, hogy amikor úgy le kell szállni a kerékpárról, és tolni kell felfelé, olyan meredek a lejtő, hogy nincs lehetőség úgymond haladni vele hagyományos módon, olyankor ezt a gombot megnyomjuk, és úgymond egy ilyen 3-4 km/órás rásegítéssel megy mellettünk a kerékpár. Egy ilyen elektromos kerékpár ára 1 millió forint körül mozog, de extráktól, felszereltségtől, hajtástól és más technikai adatoktól függően akár 3,5 millió forintba is kerülhet. Nyomatékszenzorost keresnek főleg, ezeknek ugyanis nagyobb az üzembiztonsága. Kevesebb a meghibásodási lehetősége, kevesebb úgymond garanciális probléma van vele, míg az agymotorosok úgymond ezek egy olcsóbb kategóriát is képviselnek, olcsóbb is az áruk, és ennek okán úgymond érződik is, hogy gyengébb minőségű alkatrészekkel vannak szerelve, így ezáltal ugye nagyobb a hiba lehetőség velük. Április 14-től állami támogatással lehet hasonló kerékpárokat vásárolni az 1 milliárd forintos pályázati keret kimerüléséig. A korábbi pályázati időszakokkal szemben a támogatásra nem szakaszosan, hanem folyamatosan be lehet nyújtani az igénylést. Ez bárki beadhatja magánszemélyként. A korábbiakkal ellentétben ugyanis most nem szükséges munkáltatói igazolás, így nyugdíjasok és egyetemisták is benyújthatják a kérelmet a támogatásra. Pedálszenzoros pedelek esetén az igényelhető állami támogatás maximális mértéke az eladási ár 50%-a, vagy legfeljebb 100 000 forint. A megpályázható pedálszenzoros kerékpárok maximális értéke 600 000 forint lehet. Nyomatékszenzoros hajtási rendszerű kerékpárokra legfeljebb 180 000 forint támogatás igényelhető, ami szintén nem haladhatja meg az eladási ár felét. A pályázott nyomatékszenzoros kerékpárok vételára nem lehet több 1,2 millió forintnál.